días, Jorge, guten Tag. Buenas, Iwa. That's all I can think. Nagyjából ennyi. That's all the languages I got in my head. Ennyi jutott eszembe. How are you this morning? Mi újság, hogy vagytok? Good, jó, okay. Quick announcement. Gyors bejelenteni való. Now, yesterday we had a wonderful day of fellowship in Maros-Lele. Tegnap egy nagyszerű közösségi alkalom volt Maros-Lelén. And if you couldn't be there, you missed out on a great time. Hogyha nem tudtál jönni, akkor így jártál. But we yesterday. Whoa, here we go. Yeah, I hear that. Woo, I feel like I'm a ghost or something. Yesterday we talked about church lunch for this month. És tegnap beszéltünk arról is, hogy ebben a hónapban mikor legyen, vagy hogy legyen a gyülekezeti ebéd. Navodita and Gábor are going to be working with Karcsi, and they're going to be making Indian food. Navodita és Gábor Karcsival együttműködésben fognak indiai kaját csinálni. And it's going to be October 28th, so 3 weeks from today. Az október 28-án lesz, tehát mához 3 hétre. And I asked Navodita to make 2 portions. És azt kértem Navodita, hogy 2 félét csináljon. For Europeans. Európaiaknak. And for Indians. Meg a rendes embereknek. And I want the spice. So there's going to be some spicy and some not spicy. Szóval lényeg az, hogy lesz ugye nem annyira fűszeres csípős, meg lesz olyan rendes jó csípős. And we'll make a Facebook event for this. Csinálok majd egy Facebook eseményt rá. And I'm going to ask very kindly, very nicely. És nagyon szeretnélek megkérni arra benneteket. If you're going to come. Hogyha tudsz jönni. Say you're going to come. Akkor ezt jelöld vissza, hogy jössz. I mean, Navodita, Gábor, Karcsi, great people. Mert hogy Navodita, Gábor és Karcsi nagyszerű emberek. But none of them can just magically make food appear. De sajnos egyikük sem tud ilyen hirtelen azonnal mágikus módon kaját teremteni. So they're going to need to prepare and everything. So in a couple weeks we'll make an event, but let us know so they can prepare. Úgyhogy ugye ez egy előkészületet igényel, tehát szükség van arra, hogy tudják, hogy hányan leszünk, hogy miből mennyit kell beszerezni, stb. October 28. Október 28. If you're free Wednesday night, we're going through the book of Joshua at 6 o'clock. Encourage you to come and join us. Hogyha szerdánként rájöttek, este 6 órai kezdettel ugyan itt a Józsué könyvét tanulmányozzuk tovább. But this morning we are in 1 John chapter 2. Úgyhogy bátorítalak, hogy gyertek, most pedig János 1 János 2. Last week we looked at a couple wonderful truths. A múlt héten néhány nagyszerű igazságot néztünk meg. We saw first God's heart for us, that we're His children, that God has a fatherly heart of love for us. Először azt néztük meg, hogy Isten milyen szívvel van felénk, és azt állapítottuk meg, hogy ilyen atyai szívvel. And one of my desires was for last week that you would leave knowing you're loved. És hát a múlt héten az volt a fő célom vagy vágyam, hogy úgy menj el innen, hogy tudd, hogy szeretve vagy. And that you would also leave knowing you are forgiven. És azzal együtt, hogy azt is tudod, hogy megvan neked bocsánatva. Because it says, if we sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, who is a propitiation for our sins. Mi azt olvassuk, hogy ha bűnt követünk is el, von közben járunk az Atyánál, aki engesztelő áldozatot végzett értünk. You know, sometimes we beat ourselves up about our past. Időnként a múltunk miatt így ütjük magunkat. We condemn ourselves. Have you ever felt condemned before? És így vádoljuk saját magunkat. Vádoltad-e már így magadat azelőtt? You feel like, you know, I'm such a horrible person, God hates me. Hogy azt érezted, hogy annyira szörnyű ember vagyok, Isten biztos utál. I'm really not forgiven. Biztos, hogy nem bocsájtott. Or I gotta work for my forgiveness. Itt az ideje elkezdjek ezzel kapcsolatban dolgozni, hogy megbocsásson. You know, the Bible says, we are forgiven. De a Biblia egyértelműen elmondja, hogy nekünk megvan bocsájtva. You don't have to live under condemnation. You don't have to live in such a way where you have to work for your forgiveness. You are forgiven. Nem kell ilyen károsztatás alatt élned, nem kell valamit megtenned azért, hogy végre Isten megbocsásson, mert Isten már megbocsájtott. Today we're gonna close our service in 45 minutes, an hour, depends on how long I talk, with communion. És a mai alkalmat ilyen 45 perc, vagy egy óra, vagy néhány óra múlva, attól függően, hogy mennyi ideig fogok beszélni, úrvacsorával fogjuk zárni. And we are going to remember that we are forgiven. És ugye annak a legfontosabb üzenete, amit nem szabad soha elfelejtenünk, hogy nekünk Isten megbocsátott. Now, moving on in 1 John, in chapter 2, starting in verse 3. John is going to give us the first of some diagnostic tests.
To see if we know God. És ahogy haladunk tovább, most az 1 Jánosban a második fejezetnél, János ilyen felmérő vagy diagnosztizáló teszteket ad elénk. To see if we know God. Hogy felismerjük, hogy meglássuk, hogy tényleg ismerjük-e Istent. Because I think sometimes a lot of Christians we doubt. Or we have this: do I really know God? Am I really a Christian? Am I really saved? Mert azért nagyon sok keresztény még felmerül ez időnként, hogy most én tényleg keresztény vagyok, tényleg ismerem Istent, vagy tényleg van üdvösségem. You know, I think everybody has a normal phase in their Christian experience where they go through this. Úgy gondolom, hogy minden kereszténynek ez teljesen normális, hogy van egy ilyen szakasz, amin így ezen megy keresztül. You know, because we don't have like a membership card to prove it. Mert nincsen ilyen kártyánk erről, tagsági kártyánk, hogy you know, today when you go to any store, every store's got their own membership program. Ugye bármilyen boltban, hogy mostában az ember, mindegyik boltnak megvan a maga kis ilyen hűségkártyája. And I know you might have been like me. You go to the store and they're like, do you have a membership card? And you're like, yeah, let me look for it. And you got like 15 cards you're going through. És nem tudom, hogy vagytok, de ha tőlem kérdezik egy adott boltban, hogy van-e ilyen kártyám, akkor úgy persze, hogy elkezdem keresni a 30 kártyát. And that card proves I'm a member. És ugye ez a kártya mutatja, hogy én tag vagyok. Now we don't have Christian cards. I'm sure you could make one for yourself, but we don't have a card that shows that we're a Christian. Viszont keresztényként nincsen ilyen tagsági kártyánk, legalábbis nem hivatalosan, mert magának az ember csinálhatna persze. You know, but there are some things you can look at to see if you are a Christian. De azért vannak olyan dolgok, amiket meg lehet nézni, felismervén, hogy én keresztény vagyok vagy sem. And so John says this in verse 3, by this we know that we have come to know him. So here's how we know. If we keep his commandments. Whoever says, I know him, but does not keep his commandments, is a liar. And the truth is not in him. But whoever keeps his word in him, truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. 3. verstől abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, tehát itt vannak ezek a bizonyos dolgok, hogy hogyan, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug. És abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az őgéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. The first thing I want to point out to you is John is talking about self-examination, and this is important. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy itt János önvizsgálatról beszél. Because nagyon fontos. We don't like self-evaluation. Mi nem nagyon szeretjük az ilyen önértékelést. What we like to do is, as Christians and as people, really, we like to look at other people and point out all their faults. Mert hogy mi keresztények ezt úgy szeretjük csinálni, hogy más embereknek megnézzük az ő hibáikat, és arra mutogatunk. We're very good at pointing the finger at people. És nagyon jók vagyunk abban, hogy másokra mutogassunk. You lied. Hogy hazudtál. You know, I saw you do this, or I saw you do that. Meg azt látom, hogy ezt vagy azt csináltad. We're very good at criticizing other people. És nagyon jók vagyunk abban, hogy másokat kritizáljunk. But at the same time, we're very good at making ourselves look good. És azzal együtt, hogy nagyon jól csináljuk azt is, hogy így mi viszont ilyen jól nézünk. You know, most people, if they're going to write an autobiography, they're going to make themselves the hero of their story. A legtöbb ember, hogyha megírná az önéletrajzát, abban nyilván ő lenne a hős. You know, you have probably done this before, where you've told a story and you've kind of adjusted some facts to make you seem like you are the best thing ever. Biztos te is csináltál már olyat, hogy elmeséltél egy történetet, ami veled történt, és úgy igazítottad a tényeket, hogy azért úgy tűnjön, hogy te mekkora nagy király vagy. And John says, we need to look first at ourselves. Azt mondja János, hogy először saját magunkat kell megvizsgálni. Before we go around looking at other people, mielőtt még elkezdenénk másokat vizsgálgatni, there is a time and there is a place to examine the fruit of people's lives. Természetesen annak is megvan a helye és ideje, hogy más emberek életében megnézzük a gyümölcsöket. John's going to tell us that there are people that say, "Oh, I love God. Yeah, I'm walking with God," but they're living like they live in sin and they hate God and they got nothing to do with God.
hiszen ugye majd János is mondja nem sokára, hogy hát vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy szeretem Istent így meg úgy, de közben meg totális bűnben élnek, és egyáltalán nem úgy élnek, mintha ismernék Istent. You know, Sunday morning they come to church and don't get me wrong, we're glad you're with us this morning. Just vasárnap délután eljönnek gyülekezetbe, és ne is félj, nagyon örülünk, hogy itt vagytunk. And John saying there are people that they come to church, they say I love God, they even sing the songs because they can read. And we project the songs. De azt mondja János, hogy jönnek emberek az Isten tiszteletre, és még énekelik is a dalokat, mert ki van vetítve. You know, and it would be easy for us to say, wow, that person's a Christian because they sang that song. És hát ebből nagyon könnyen leszűrjük azt, hogy hát az ember biztos keresztény, hiszen énekelte azt a dalt. But John is saying that there are people like that who say they love God, but they're walking in darkness. Those people are liars. És azt mondja János, hogy vannak emberek, akik azt mondják magukról, hogy ők szeretik Isten, de a sötétségben járnak, ők egyszerűen hazugok. But what John is saying is, first we need to focus on ourselves. Azt mondja tehát János, hogy először saját magunkon kell megvizsgálni. Look at our lives and see, do we know him? Meg kell nézni az életünket, és azt kell megvizsgálnunk, hogy vajon ismerjük-e őt. And here's the test. Has our life changed? És hát itt van a teszt, a próba, hogy hogyan változott az életünk. Are we keeping God's commandment? Have we gone from living our own way, keeping our own rules, to keeping God's rules? Has there been a change in your life? Hogy vajon megtartjuk-e Isten parancsolatait? Tehát elkezdtük-e azt a változást, hogy a saját uraink voltunk, és a saját törvényeink szerint éltünk, és átmentünk oda, hogy Isten törvényeit akarjuk betartani. And if I were to summarize what John is saying here, John's big point is that you can't meet Jesus and not change. Tulajdonképpen arról szól itt ez a rész, azt mondja János, hogy egyszerűen olyan nincsen, hogy az ember Jézussal találkozott, és nem változik. There should be, or there should have been, a moment in your life where there was change. Kellett, vagy kell, hogy legyen az életedben egy olyan pont, amitől így megváltozik. Where you went from wanting to follow your own ways to follow God's ways. Amikor a saját útjait követése helyett elkezdted Isten útját járni. You cannot say you've met Jesus and there be no change in your life. Nem mondhatod azt, hogy találkoztál Jézussal, hogyha az életedben nincsen változás azóta. And some of you think, well, I've met Jesus, but there's still a lot of work to do. És lehet azt mondod, hogy hát én találkoztam Jézussal, de még mindig annyi minden tennivaló van. Trust me, there's still a lot of work to do on this guy. Hidd el, hogy ennél a srácnál is elég sok mindent kell még csinálni. To do on you. Meg rajtad is. That's why we're still walking with the Lord. Ezért járunk az Úrral. Because he changes us. Ahogy változtat bennünket. And here's what I need to get through to you. As a Christian, you are never ever going to be perfect. És hát hadd mondjam el, hogy keresztényként soha, de soha nem leszel tökéletes. Yes, that is the goal. That is what we strive for. We try, but we will fail. Igen, az a cél, az a tökéletes, vagy az ideális, ezt fogjuk próbálni folyton, de elbukunk. We will never experience perfection in this life. Ebben az életben nem fogjuk soha megtapasztalni a tökéletességet. I mean, if there was anybody, any Christian who could have said, yes, I have arrived, I have achieved perfection, it would have been Paul. Hogyha lett volna keresztény, aki valaha azt mondhatta volna magára, hogy hát én azért elértem valamit, én ma úgy megérkeztem, az mondjuk Pál lehetett volna. I mean, the dude led people to Christ. Azért elég sok embert vezetett Krisztushoz. He planted churches. Gyülekezeteket plantált. He wrote the Bible. Ő írta a Bibliát. And God has used his writings to change, I would say, hundreds of millions of lives. Over the centuries. És hát ezen keresztül Isten több száz millió ember életében okozott változást így az évszázadok során. You know, and our Catholic friends, they call him Saint Paul, and you know what? I would agree. That guy's holy. És hát a katolikus barátaink azt mondják rá, hogy a Szent Pál, és hát tulajdonképpen egyet kell, hogy értsek, hogy hát tényleg ilyen nagyon szent. And I look at myself and I'm like, nah, I ain't holy, I ain't a saint. És ha meg magam nézek, hát én nagyon távol állok ettől. But Paul, he's a saint. Na Pál, na az igen, ő szent. I mean, could you do more than that guy? Tudnád többet csinálni, mint ez a fickó? No. Nyilván nem. But you know what he said about himself to the Philippian church? És mit mondott ő magáról a Filippi gyülekezetnek? He said, you know what? I have not arrived. Azt mondja, hogy nem gondolom, hogy megérkeztem. Arra. I'm not perfect. Nem vagyok tökéletes. He's saying, I leave the past behind and I press on to the upward calling of
Jesus Christ. És azt mondja, hogy ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami előttem áll, annak nekifeszülve, futok egyenesre a cél felé. I don't know what church background you've come from. I don't know what kind of Christian influences you've had. Nem tudom, milyen gyülekezeti háttérből származol, vagy milyen egyéb keresztény hatások érte. But I hope they've never told you that you can be perfect. De remélem, soha senki nem mondta azt neked, hogy tökéletes lehetsz. Because if you can be perfect, well, you're going to be better off than Paul, but you can't. Mert hogyha tökéletes lehetsz, akkor jobb leszel, mint Pál. De hát nyilván lehetetlen. We will never get to the point in this life where we say, I am the perfect Christian. Soha nem jutunk el arra a pontra ebben az életben, hogy azt mondhassa, hogy én vagyok a tökéletes keresztény. Now you might think you're the perfect Christian, but you've got a small problem. It's called pride. Persze lehet, hogy te azt gondolod magad, hogy te vagy a tökéletes keresztény, viszont van egy kis problémád, azt úgy hívják, hogy büszkeség. And John says, we are never going to be perfect. János azt mondja, hogy soha nem leszünk tökéletesek. And if we ever say that we're perfect, that there's no sin in us, the Bible calls us liars. És hogyha valaki azt mondja magáról, hogy én már tökéletes vagyok, nincs bennem bűn, a Biblia azt mondja, hogy akkor én hazudok. Friends, you know this about yourself. There are still areas in your life that need work. És hát nyilván mindenki tudja ezt magáról, hogy melyek azok a területek, amikön mi kellene dolgozni. There's always something that needs to be worked on in your life. Mindig van valami, amin lehet dolgozni az életben. You know, it's been a little over 3 years we've lived in our house. Kb. Kicsit több mint 3 éve élünk már a mostani házunkban. And living in a house is a lot different than living in a flat. És hát ugye egy házban élni sokkal bonyolult, vagy nehezebb, mint egy lakásban. Because you know, you live in a flat and you know, it gets to a certain point, there's nothing else you can do. Mert egy lakásban van az, hogy hát most nincs mit csinálni. In a house. Próbáld ki egy háznál. There's always something to do. Mindig van mit csinálni egy háznál. I mean, I got things in my mind, well, we got to do this, got to, you know, there's just things, there's always something to do. És mindig csak jönnek el a dolgok, hogy ezt is meg kell tenni, azt is, azt is. And people tell us, you're never finished working on a house. And you know what? They're right. És az emberek mondták nekünk, hogy ha házala van az embernek, az sose fejezi be, és tényleg. And that's kind of true with us. There's always work to be done on our lives. És igazából ugyanaz igaz ránk is emberekre, és hogy így mindig van mit csinálni az életünkben. Now, the thing is, God has done the greatest work, changing our lives. Nyilvánvalóan Isten végezte, hogy végzi a legnagyobb munkát, hogy megváltoztatta az életünket. And if I think about construction, and I use the illustration of construction. És hogyha az építkezésbe gondolkozom, hogy ezt használjuk illusztrációnak. Doing the big work, the visible work, that's relatively, it's done in a short amount of time, and it's very visible. És hát ugye a nagy és ilyen látványos előrehaladások vagy munkák, ugye azok látványosak nagyok, de nagyon viszonylag gyorsan elkészülnek. You know what takes a long work when you're building a house? Tudjátok, mi tart sokáig egy házépítés során? The last month. Az utolsó egy hónap. I mean, it's the details. Az kis apró kis dolgok. The details take often as much time as the big stuff. Az én kis apróságok legalább annyi időt elvisznek, mint azok ilyen nagy dolgok. And what God is working on us is the details. Igazániból Isten ilyen értelemben az ilyen kis apróságokon dolgozik rajtunk. Yes, he's changed our lives, given us new life, new heart. Igen, megváltoztatott bennünket, új életet, új szívet adott nekünk. But now he's dealing with the fine tuning, the detail work of our lives. És most pedig az ilyen finom hangoláson dolgozik rajtunk az életünkön. And so there is always something to work on. Szóval mindig van mind dolgozni. And here's the thing, a real Christian is not perfect in this life, but a real Christian sees progress in this life. És bár az igazi keresztény az nem tökéletes ebben az életben, de látja a haladást. Because the Christian life is where Jesus changes people, and he keeps changing people until we go to be with him. Ugye a keresztény élet arról szól, hogy Jézus megváltoztatta azt az embert, megváltoztatja folyamatosan azt az embert, egészen amíg oda nem ér. And this is hugely important. És ez nagyon-nagyon fontos. Because oftentimes we feel like we're failures, don't you? Mert gyakran úgy érezzük, hogy ilyen nagyon bénák vagyunk, nem? We know the goal, we know it's perfection. Tudjuk, hogy mi a cél, hogy tökéletesednünk kéne. We know we should be better. Tudjuk, hogy jobbak kellene, because hogy legyünk. We think we should be at a different place in our walks. Meg hogy az Isten való járásunkban már rég nem itt kéne tartani. You know, we look at our lives and we see we don't match up to the heroes of the Bible. És így megnézzük az életünket, és akkor látjuk azt, hogy nagyon-nagyon nem olyan, mint a Biblia hőseinek az életünk. And we feel like failures. És ilyen bukásnak, bénának érezzük magunkat. It's a sad thing because I think there are people who leave the church because the church
tells them their failures and gives them this attitude like you're a failure, you shouldn't be here. És nagyon szomorú, de nagyon sokszor az emberek azért hagyják el a gyülekezeteket, mert hogy ezt közvetítik feléjük, hogy nektek ilyen tökéleteseknek kéne, hogy milyen bénák vagytok. Oh, we come to church, we're so holy. Bezzeg, mi akik járunk, milyen szentek vagyunk. We've got our holy mask on. Felveszünk no a problem. Szent maszkot, nincs gond. We didn't yell at our kids this morning. Ma reggel nem kiabáltunk a gyerekeinkkel. We didn't fight in the car. We nem, didn't. Nem veszekedtünk az autóba. We didn't fight in the car this morning. Mondjuk pont most nem, tényleg. I think I yelled at Zara, probably. Lehet, hogy kiabáltam Zarával reggel. Yeah, I did. I yelled at her in church. Lydia heard it, so. Lydia hallott, hogy reggel kiabáltam a gyerekkel. She heard your pastor's real person, and I yell at my kids, too. Na tessék, itt volt első, hogy ordítok itt a gyerekkel. Mindegy. Anyways, but... You know, sometimes we feel like failures. So igen, tényleg nagyon bénának érezzük magunkat. And you know what you do when you feel like a failure? You give up. És hát mit csinálsz, hogyha ilyen bukásnak, bénának érzed magad? Abbahagyod az egészet. There, and you think there's no point. Hiszen úgy érzed, hogy nincs értelme. But here's what John is telling us. And remember, John is the guy we want to trust when it comes to Jesus. Viszont János azt mondja, és ne felejtsük, hogy János az az ember, akiben igazán bízhatunk, hogyha Jézusról van szó. John isn't telling us to look at our lives and expect perfection. János nem azt mondja, hogy nézzünk rá az életünkre, és várjuk el a tökéletességet. And he doesn't say, if you don't see perfection, get out of the church. Ne azt mondja, hogyha nem vagy tökéletes, akkor húzz el a gyülibről. John says, look at our lives and see if there's been change. Hanem azt mondja, hogy nézd meg az életedet, és azt figyeld meg, hogy van-e benne változás. Friends, we are not perfect. Mert az, hogy nem vagyunk tökéletesek. And we're never gonna be perfect. És soha nem is leszünk. And we are not where we want to be, but we aren't where we used to be. Nem ott vagyunk, ahol akarnánk, hogy legyünk, de nem is ott vagyunk, ahol régebben voltunk. You know what? And we need to give God praise for that. És ezért kell Istennek hálát adnunk. I'm not where I want to be, but I'm not where I was. De nem ott vagyok, ahol akarnék lenni, de nem ott tartok, ahol tartottam. There has been change. There has been progress. Hogy van változás, van haladás. And so let me ask you, has there been a change in your life since you met Jesus? Ez a kérdésem tehát, hogy volt-e változás az életedben, amióta Jézussal találkoztál? What has changed in your life? Mi változott az életedben? And if you say, well, nothing. De azt mondod, hogy hát igazából semmi. Then you might not know him. Akkor lehet, hogy nem is ismered őt. Because if you've met Jesus, you've changed and you are changing. Mert hogyha tényleg találkoztál Jézussal, akkor te elkezdtél változni és továbbra is változol. Because if you're willing to walk with Jesus, Jesus is willing to walk with you. Mert hogyha te Jézussal akarsz járni, akkor ő is szívesen jár veled. And what happens, the longer you walk with Jesus, the more Jesus changes you. És minél régebb óta jársz Jézussal, annál inkább megváltoztatott Jézus. And this is John's testimony. He walked with Jesus. És ez Jánosnak a bizonyságtétele, hogy ő Jézussal járt. Physically, literally for 3 years. Ugye 3 évig szó szerint, ugye fizikai értelemben. But he walked with Jesus for up to 60 or 80 years. De utána is még 60, 70, 80 évig. Because John was, he was the youngest of the disciples. He was around 20 maybe, late teens, early 20s. Hiszen ugye a tanítványok közül János volt a legfiatalabb, max 20 éves lehetett, vagy inkább ilyen 10 éves. And he lived to about 100. És majdnem 100 évig élt. You know, he walked with Jesus about 60, 80 years. Tehát ilyen 60-80 évig is lehet, hogy Jézussal járt. And at this point, he's at the end of his life. So he's been walking with Jesus for a long, long time. És itt a levélírás, akkor ez már az élete vége felé van, úgyhogy már nagyon-nagyon régóta Jézussal járt. And there járt. Has been great change in John's life. És János életében hatalmas változások voltak. Remember, when we started 1 John, I told you about him. Emlékeztek, amikor az 1 Jánost kezdtük, meséltem egy kicsit Jánosról. He was the guy who was nicknamed with his brother by Jesus the Sons of Thunder. Ő volt az a srác, akit maga Jézus nevezett el a tesójával együtt a mennydörgés fiainak. You know, these were the guys. I don't know if you guys had wrestling when you were a kid, but when I was a kid, I used to watch wrestling. Wrestling. You know, the arm wrestling? No, Pankrácio. Yeah. They sound like they could be wrestlers. És azt gondolták magukra, hogy olyanok, mint a pankrátorok. You know, these guys, they were the Sons of Thunder. They wanted to call fire down on a village. Tehát úgy érezték, ez egy jó név nekik, hogy a mennydörgés, hiszen tüzet akartak leírni az égből egy falura.
Is that loving? Ez olyan szeretetteljes. Please don't raise your hand. Légy most ne igen, ne válaszoljatok. That is not loving. Nem, ez nem az. These guys were like, Jesus. And the funny thing is, they didn't even say, Jesus, why don't you call down fire? They said, Jesus will call down fire. És a legviccesebb az, hogy nem is azt mondták, hogy Jézus, mi lenne, ha te hívnál le tüzet, hanem azt, hogy Jézus, hívjunk le tüzet. They went from these guys who wanted to slaughter a village with fire. Gyakorlatilag azok voltak, akik le akartak mészárolni egy egész falut így tűzzel. They wanted to do Sodom and Gomorrah part 2. Gyakorlatilag Sodoma és Gomorra második részt akartak ott rendezni. To John being a guy who's saying, my little children, my beloved, love one another. És ebből a Jánosból lett az, aki azt mondta, hogy szeretett testvéreim, gyermekeim, meg ilyenek. See, John didn't start here. John started with wanting to call down fire on people. És nem itt kezdte János az életét, amit most olvasunk róla, hanem ott, hogy tüzet akart lehívni az égből. And it was this process of walking with the Lord for 60, 70, 80 years that changed him to becoming the disciple who's known as the apostle of love. És ez a 60, 70, 80 éves Jézussal járás tette őt azzá, hogy úgy hívták, hogy a szeretet apostola. And John says, look, if we abide with him, we need to walk the way Jesus walked. És azt mondja János, which verse is that? Verse 6. A hatos versben, hogy aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. You know, in the Hungarian it talks about life, in the English it talks about walk. And one of the terms that we use in Christianity is walk to describe our lifestyle. Ugye, ebben a magyar fordításban az van, hogy ő úgy él, az angol fordításban úgy, hogy így jár, és a keresztény életre nagyon gyakran használjuk ezt szinonímaként, hogy a keresztény járás, Krisztussal való járás. You know, and that's a really good way to describe the Christian life. És ez nagyon jól leírja a keresztény életet. It's a walk. Hogy ez egy járás. See, Christianity, friends, it's not a destination. Mert a kereszténység valójában az nem egy cél. This is not the destination. Nem ez az úti célunk itt. The destination is to be with Jesus. Hanem az a célunk, hogy Jézussal legyünk. Christian life is the journey. Hanem a keresztény élet az az út, az utazás. It's an adventure. Ez egy kaland. We haven't arrived yet, but we're on our way. Nem érkeztünk még meg, de úton vagyunk. You know, and sometimes it's gonna, you know, and for some of us it might be a long time till we get there. És aztán vannak olyanok, akik még nekik még hosszú idő, mire odaérnek. You know, and until we get there, we need to be like Jesus, who was about his father's business. De amíg oda nem érünk, akkor nekünk is úgy kell tennünk, mint Jézusnak, aki az Atya dolgáival foglalkozott. You know, remember when Jesus was lost in the temple when he was 12? Biztos emlékeztek, amikor Jézus elveszett ott Jeruzsálemben, amikor 12 éves volt. Mary, she gets all mad at Jesus. She's just total mom mode and she's, Jesus, what are you doing? És hát ugye Mária nagyon felbosszantja magát, egyből átkapcsol anya üzemmódba, és elkezd veszekedni, hogy hát hol voltál Jézus? Jesus like, I must be about my father's business. És itt mondja Jézus azt, hogy de hát én nekem az atyám dolgaiban kell munkálkodnom. And she's like, okay, cool. És akkor Mária, hát oké. Okay. Oh, okay, yeah, I know, okay, go. Jó, oké, okay, értem, jó, gyere. You know, we got a long ways to go on this journey. De nagyon hosszú ez az út. You know, and we've got stuff to do, and the reason why we're here is because we got stuff to do. És hát rengeteg dolgot meg kell csinálni, és pont azért vagyunk itt, mert egy csomó munkát el kell végezni. God's got a plan, God's got a purpose for you. Istennek megvan a terve és a célja a te életedben. He's got things he wants you to do, he's got people he wants you to talk to, he's got ministries he wants you to get involved in. Azt akarja, hogy bizonyos dolgokat te mondjál, te tegyél meg, bizonyos szolgálatokat te kapcsolódj, bizonyos emberekkel te beszélj. You got your light to shine, that's why you're still here. Neked is megvan a fényed, amivel világítasz, azért, hogy itt. And we're on this journey together. És ezen az úton mi együtt járunk. There's a proverb, and somebody said it's an African proverb, so you can correct me, but I don't. That's what somebody said. African proverb. Van egy ilyen mondás, van aki azt mondja, hogy valamilyen afrikai mondás, úgyhogy lehet, hogy ki tudtok javítani. But maybe it's just one of those, you know, Facebook things where they attribute it to Abraham Lincoln. I don't know. De aztán lehet, hogy csak egy ilyen Facebook kitalálmány, amit ugye Abraham Lincoln mondott egyszer. You know, Abraham Lincoln once said, "Don't believe everything you read on Facebook." Hiszen tudjuk azt, hogy mondjuk nálunk Petőfi Sándor mondta ezt, Petőfi Sándor. Hogy de Abraham Lincolnnak is ez az a véleménye, Petőfi Sándor. Hogy kortársak voltak, hogy ne higgyetek el mindent, amit a Facebookon írtak. But anyways, the proverb is this: if you want to go fast, go alone.
Na mindegy, akárki is mondta, valaki azt mondta, hogy ha gyorsan akarsz menni valahova, akkor egyedül menj. If you want to go far, go together. Ha viszont messzire akarsz jutni, akkor menjetek együtt. Whoever said it, bárki is mondta, it's true. Nagyon igaz. If you want to go far, go together. Hogyha messzire akarsz jutni, akkor együtt menjetek. And this Christian life, it's not meant to be lived alone. És a keresztény élet nem arra lett kitalálva, hogy azt egyedül éljük, you know, az ember. It's not just me and Jesus. I mean, in a sense it is, but in a sense it's not. Nem csak arra van szó, hogy csak én meg Jézus. Bizonyos értelemben igen, de nem ennyire. God adopts us into His family. Hiszen Isten örökbefogadott bennünket az ő családjába. We gotta figure this out together. Szóval erre nekünk így együtt kell kitalálni valamit. We gotta do this life together, and part of it is coming and gathering as a church family on Sundays, and then, you know, having different meetings throughout the week and friendships and going to people's houses for barbecues. És hát ugye ennek a dolognak része az, hogy vasárnaponként itt összegyűlünk, de a hét, vagy a hétközben különböző alkalmakon így közösen veszünk részt, hogy valakihez elmegyünk grillezni, vagy akármi. But we're on this journey, on this walk. De ezen az úton, ebben a Now, járásban. Like I said, we're not where we were, but we're on the way to where we're going. Tehát nem ott tartunk, ahol régebben tartottunk, de még úton vagyunk. And this is important, and this is the point I want to drive home. És ez nagyon fontos, és ezt szeretném így erősíteni. You need to view Christianity as a walk to help you to be more gracious with yourself and with other people. Mert hogyha tudod a kereszténységedet, vagy a kereszténységet egyfajta ilyen járásként tekinteni, akkor sokkal kegyelmesebb leszel saját magadhoz is, meg másokhoz Because is. Because you understand that, you know, you haven't arrived. You don't need to be perfect. You need to be making progress. Hogyha megérted azt, hogy még nem érkeztél, még nem kell tökéletesnek lenned, egyszerűen csak haladni kell előre. And you need to be gracious and patient with yourself. Úgyhogy legyél saját magaddal is kegyelmes és türelmes. And you gotta be gracious and patient with other people. És ugyanígy másokkal is legyél kegyelmes és türelmes. Because your path and your pace is different. Hiszen mindenkinek az ösvénye, meg a tempója más. Now, I wish I had time to run more. Bár csak tudnék többet futni. You know, running for me is therapeutic. Számomra a futás az egy ilyen terápia. You know, it's cheaper than going to a therapist, I think. És olcsóbb, mint hogyha az ember eljár pszichiáterhez. And I remember years and years and years and years ago before I actually got into running. Emlékszem, még sok évvel ezelőtt, mikor még nem futottam. You know, a couple times Odie and I, we would try and go running together. És akkor Odival próbáltunk egyszer-egyszer futni közösen. And you know, it was hard. És nagyon nehéz volt. Because I mean, I have longer legs and I take bigger steps. Ugye nekem ugye hosszabb lábam van, nagyobbakat lépek. And it's like I'm slowing down. És akkor azt érsz, hogy most ilyen tök lassan megyünk. I think we ran together like once or maybe twice. Kb. Egyszer, max. Kétszer futottunk együtt. It's not a hobby we share. Nem egy ilyen közös hobbi ez nekünk. You know, but if you ever run with people, you know, it's difficult. De tudod, hogyha másokkal futottam együtt, hogy azért tök nehéz. You know, I'll be honest, if I run, I don't want to run with other people. És megmondom őszintén, hogy ha én futok, én nem szeretek másokkal futni. I hate running with other people. Sorry. Utálok másokkal futni. Bocsi. Sorry. You know, I like to run. I like to, you know, put in my headphones, listen to a Bible study, listen to a book. Én úgy szeretek futni, hogy futok fülessel, és akkor hallgatok egy bibliaórát, vagy valamit. And I like to go at my own pace. És a saját tempómban szeretek futni. The thing with our Christian walk, we're all going at our own pace. És ez ugyanúgy igaz a keresztény járásunkra is, hogy mindenki a saját tempójában halad. And I might be going slower than you. És lehet, hogy én lassabban haladok, mint te. But I'm fatter than you. I'm older than you. De hát azért nagyobb darab is vagyok, öregebb you know, is joking. Vagyok. You know, but we're all at different places in our walks. Szóval megvannak a különböző helyeink, ahogy I may be going faster than you. Lehet, hogy gyorsabban haladok nálad. You know, and if I'm going faster than you, it doesn't give me the right to look at you and say ha 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 ha. De attól, hogy én gyorsabban haladok, mint te, nekem az semmi jogom nincs, hogy visszafordul vagy gúnyolódjak rajtam. All real Christians go my speed. Hogy minden igazi keresztény az én sebességemmel halad. Nem. I go at my pace with the Lord. Hanem mindenkinek megvan a saját tempója az Úrral. And if you're going faster than me, that doesn't give you the right to look at me and judge me. És hogyha te gyorsabban haladsz az Úrral, mint én, akkor neked sincs jogod arra, hogy rám mutogass, hogy gondolod. Guys, we are all going on in the same direction. Mert tudjuk, az a lényeg, hogy mindannyian ugyanabba az irányba tartunk.
And everybody's path and pace is different. És mindenkinek az ösvénye és a tempója más. And what you gotta focus on is your path and your pace. És hát leginkább mindenkinek a saját ösvényére és a saját tempójára kell figyelni. You know, in John chapter 21, I just want to read that real quick. Nagyon gyorsan olvasnék a János 21-ből. John 21, Jesus has just restored Peter to ministry, to being a pastor. Ugye ebben a részben van az, hogy éppen most állította helyre Jézus Pétert, mint a visszaszolgálatában. And in verse 20 of John 21, Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved following them, talking about John, the one who had been reclining at the table close to him and had said, Lord, who is this that is going to betray you? When Peter saw him, he said to Jesus, Lord, what about this man? And Jesus said to him, if it's my will that he remain until I come, what is it to you? You follow me. A János 21:20-tól Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ugye ez János, aki a vacsorán ráhajolt a kebelére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárult téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rá? Te kövess engem. So here's what I'm talking about. Peter, he's looking at John and saying, well, Jesus, what about him? Ugye erről beszélt tulajdonképpen, hogy ott van Péter, és mondja Jézusnak, hogy Jánosról, hogy de na, és ő vele mi lesz? And Jesus says, Peter, don't worry about him. És Péternek azt mondja Jézus, hogy ő vele te ne foglalkozz. What I do with him is none of your business. He's got his own path. Amit én vele akarok csinálni, az nem a te dolgod, nekem megvan a saját útja. He's got his own pace, he's got his own ministry he's going to fulfill. Megvan az ő saját szolgálat, az ő dolga, amit fog csinálni. Jesus said to Peter, you follow me. És Jézus azt mondja Péternek, hogy te kövess engem. Guys, you follow Jesus. És ezt ugyanezt mondom nektek is, hogy ti kövessétek Jézust. You know, let God work in other people's lives the way he wants. Hagyjátok, hogy Isten úgy munkálkodjon más emberek életében, hogy ő akar. Now if you do see your brother slowing down or your sister slowing down, come and help them in their race. Hogyha nyilván, hogyha látod, hogy valamelyik testvéred lelassul, akkor menjél oda és segíts rajta. You know, it's not about beating people. This isn't a race we're trying to win. We're all going to win. És mert hogy ez nem egy olyan verseny, ahol csak egy nyerhet, hanem mindannyian nyerni you know, fogunk. But if you're on your path, don't focus on where other people are, but if you see people who are hurting, help them. Szóval az ember a saját útjával, a saját járásával foglalkozzon, de ha lát valakit, akinek valami baja van, fáj valamije, akkor menjen oda és segítsen. And then, so John says, the proof that you're a Christian is a changed life. Azt mondja tehát János, hogy a keresztény életnek, vagy az ember kereszténységének a bizonyíték az a megváltozott élet. That you walk the way Jesus walked. Hogy úgy jársz, ahogy Jézus járt. Cool, what's that? Tök jó, na, az mi? I'll tell you. Thank jó, you for asking. Megmondom, ha már kérdeztétek. Beloved, verse 7, I am writing to you no new commandment, but an old commandment you heard from the beginning. The old commandment is the word that you've heard. At the same time, it is a new commandment that I'm writing to you, which is true in him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. Whoever says he's in the light and hates his brother still is in darkness. Whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. But whoever hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going, because his darkness has blinded his eyes. Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok. Ez a régi parancsolat az az igen, amelyet hallottatok. Viszont új parancsolatot írok nektek, azt, ami igaz ő bennem, és ti bennetek, hogy múlik a sötétség, és már fénylik az igazi világosság. Aki azt mondja, hogy a világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben van. Aki szereti a testvérét, az a világosságban marad, és nincs benne semmi megbotránkoztató. Aki pedig gyűlöli a testvérét, az a sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hogy hová megy, mert a sötétség megvakította a szemét. Now, before John brings this challenging word, he reminds them that they're beloved. Tehát mielőtt még ezt a az ilyen kihívásokkal teljes kijelentést mondja János, először azt erősíti meg, hogy Isten szeret benneteket. And you might have been here last week, and you might have left this place knowing you're loved, but I want to remind you again today, this morning, that you're loved by God.
És hát itt, ha itt voltál múlt héten, akkor valószínűleg úgy mentél le, hogy érezted, hogy Isten szeret téged, de ugyanezt most is el szeretném mondani, hogy Isten szeret. The fatherly heart of God for you is a heart of love. Istennek az atyai szíve az egy szeretetteljes szív. And John is going to use the word love or a form of love over about 40 times in this short letter. És ebben a rövid kis levélkében János több mint 40-szer használja ezt a szót, hogy szeret vagy szeretet vagy ehhez hasonló. And remember, John didn't start at love. John started at fire and thunder. És ne felejtsük, hogy János nem a szeretettel kezdődött, hanem tűzzel meg mennydörgéssel. But after walking with Jesus for a lot of years, he just was all about love. De hogy ilyen sok évet Jézussal járt, egyszerűen csak így a szeretet volt. And he's telling us this new old commandment. Úgyhogy itt elkezd beszélni erről a régi új parancsolatról. And he's going to remind us of this over and over again. És újra és újra erre emlékeztet. And here's the thing: the Bible reminds us of certain things over and over again for a couple reasons. És van néhány ok annak, hogy a Biblia bizonyos dolgokra miért emlékeztet újra és újra. Number one, because there are some things that are important that you must not forget. Először is azért, mert vannak dolgok, amik nagyon fontosak, és azt nem szabad elfelejteni. And the second reason the Bible reminds us is because we forget. És a második oka, hogy a Biblia miért említ sok dolgokat gyakran, azért, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni we dolgokat. Hear it, but then it goes in one ear out the other ear. Ja, hallunk valamit egyik fülükön, be a másikon meg ki. And you'll figure this out when you have kids. You're gonna have to repeat things over and over and over and over again. És hát ugye ez nagyon jó kijön, amikor az embernek gyerekei vannak, hogy bizonyos dolgokat újra meg újra meg újra el kell mondani. You know, they hear, but they don't listen. Hogy hallják, de nem figyelnek oda. They don't listen, so you keep telling them. Úgyhogy kénytelen vagy újra elmondani. And the same with God. God tells us over and over again that he loves us. És Istennek is ugyanezt kell csinálnia velünk, hogy újra és újra el kell mondania, hogy szeret bennünket. This is the new command. It's the new old command, the old new command, whatever you want to call it. Ez új parancsol, ez a régi új parancsol, az új parancsol, mindegy. It's new. It's old, but it's new because it's always relevant. Ez új, persze régi, de új, mert hogy mindig is ez volt a lényeg. Because we live in this dark world, John says. Azt mondja János, hogy ebben a sötét világban élünk. That's true, and the darkness is passing. The light is beginning to shine. This is like the dawn of a new day. És ugye azt mondja, hogy de már oszlik a sötétség, kezd egyre világosodni, mint egy új nap hajnala. You know, John's picking up this idea of light again. Remember, John's about light, life and love, those three things. És ugye megint csak fölveszi ennek a világosságnak a fonalát János, hiszen ugye tulajdonképpen erről szól Jánosnak az írása, hogy ugye a szeretet, a világosság és az élet. And the thing, the commandment, the way we're to live like Jesus in this dark world is to love. És hát ugye úgy lehet élni az életünket, úgy tudunk világítani, hogyha szeretünk. You cannot say you love God and hate people. Hiszen azt nem mondhatod, hogy szereted Istent, de az embereket megutálod. If you love God, you are going to love people. Mert hogyha tényleg szereted Istent, akkor az embereket is fogod szeretni. This is why things like racism are really from the pit of hell. És ezért van az, hogy például a rasszizmus az kifejezetten a pokol egy mély bugyrából származik. Where we hate people because of the color of their skin, the language they speak, where they live. Mert hogyha azért gyűlölünk valakit, hogy milyen a bőrszíne, milyen nyelvet beszél, vagy hol él. Racism should be the furthest thing from a Christian. Rasszizmus a legtávolabb kell, hogy álljon a kereszténytől. We shouldn't hate people. Egyszerűen nem utálhatunk semmilyen embert. Because they're different than us. Csak azért, mert ő más, mint mi. I mean, I love our local expression of God's church. Én nagyon-nagyon szeretem, hogy a mi helyi gyülekezetünk milyen. We've got Americans, we got Europeans, we got Africans, we got Asians. Nálunk vannak amerikaiak, európaiak, afrikaiak, ázsiaiak. We've got people from Central America. Nobody from South America right now, but maybe we will, who knows. Közép-Amerikából vannak, vagy hát van legalább egy emberünk. Dél-Amerikában most pont nincs senki, de volt is, meg reméljük lesz is. But this is what the church should be. De ilyen kell, hogy legyen a gyülekezet. Where we all come together regardless of race, ethnicity, language, nationality. És így kell, hogy összegyülekezzünk, teljesen függetlenül a különböző faj, vagy nemzetiség, vagy nyelv, vagy bármi. And we love God and we love other people.
Úgyhogy szeretjük Istent és szeretjük az embereket. You cannot say you love God and hate people. If you say you love God and hate people, you're a liar. Egyszerűen azt nem lehet, hogy szereted Istent és gyűlöd az embereket. Ha azt mondod, hogy szereted Istent, de közben gyűlöd az embereket, akkor hazudsz is. And if you want to walk like Jesus, you got to walk in love. És hogy úgy akarsz járni, mint Jézus, akkor szeretetben kell járnod. Remember when Jesus was asked, what's the greatest commandment? Ugye amikor Jézus megkérdezték, hogy mi a legnagyobb parancsolat? Now that's a loaded question because the Jews made 613 commandments out of the first five books of Moses. Azért nem egyszerű kérdés, hiszen ugye a 613 parancsolat van az öt Mózes öt könyvében. You know, because when we think about the commandments, we think about the first 10. Ugye mikor mi a parancsolatokra gondolunk, ugye az a 10 parancsolatra gondolunk. But he's saying which out of the 613 is most important. De a 613-ból mi a legfontosabb kérdés? That's a hard question. Azért az nem egy egyszerű kérdés. It's like being at a restaurant with, you know, 18 pages of food selections. Which one do you choose? I don't know. Ez kb. Olyan, mint hogyha egy étteremben ilyen 18 oldalas menü van, és akkor most melyiket válaszza, hát mit tudom én. And Jesus said, the greatest commandment is to love God and love people. Jézus egyértelműen azt mondta, hogy a legfontosabb parancsolat az, hogy szeresd Istent és szeresd az embereket. This is what Christianity is about. Mert erről szól a kereszténység. Now don't misunderstand me. I'm not saying love is God. De azért ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy a szeretet Isten. But God is love. Nem azt mondom, hogy Isten a szeretet. God showed his love for us on the cross when Jesus died for us. That's what Paul, Saint Paul said. És Jézus, Isten abban mutatta meg az ő szeretetét, hogy ugye meghalt a kereszten, mondja ezt ugye Szent Pál. He demonstrated his love when Jesus died, and now God calls you and God calls me to be vessels of his love. Ugye abban mutatta meg tehát Isten a szeretetét, hogy Jézus meghalt értünk, és te és én ennek a szeretetnek tudunk lenni az edényei. Because it's our love, it's through our love that our light shines. Hiszen a szeretetünkön keresztül tud az ő fénye sugározni. As we love people and serve people, our light shines. Ahogy szeretjük az embereket és szolgáljuk az embereket, úgy sugárzik Isten fénye. Now here's where it's going to get hard. The love of God is radical. És hát ami igazán nehéz, az az, hogy Isten szeretete az ilyen radikális. Because when we think of love, it's like, okay, I'll love the people that love me. Mert amikor mi gondolunk a szeretetre, akkor kb. Úgy gondoljuk, hogy szeretem azokat, akik engem szeretnek. It's easy for me to love people who are at the same place in life as me. És nagyon könnyű azokat az embereket szeretni, akik nagyjából ott tartanak, ahol én. It's easy to love people who are like me. Vagy nagyon jó azokat az embereket szeretni, akik engem kedvelnek. But God's love is much more radical than that. De Isten ennél sokkal radikálisabb. God's love is about loving the unlovable, loving those who don't deserve to be loved. Istennek az a szeretete, hogy a nem szerethetőket is szereti, olyanokat is, akik nem érdemlik. God's love is about loving those who are different than us. Isten szeretete az, akik amikor azokat szeretjük, akik mások mint mi. And God's love is about loving those people that we cannot stand. És a Isten szeretete az, amikor olyan embereket tudunk szeretni, akiket ki nem állhatunk. That person, just your boss. Mondjuk a főnököd. You may just hate your boss, or hate your coworkers. Vagy valamelyik munkatársad. And you might think, God, little fire. A little fire. Ja, és akkor azt mondod, hogy Isten csak egy kicsi tüzet rá. God, I will move over a few meters. Go for it. Picit arrébb állok és mehet. Come on, I know you probably thought that before. Hányan gondoltátok már ezt? Don't raise your hand. Most se kell felemelni a kezeteken. But it's easy for us to hate. Szóval nagyon könnyű gyűlölni. And I'll tell you what, there's too much hate in the world. És iszonyatos nagy gyűlölet van a világban. There's too much hate in the world. Túl sok. And sometimes Christians get involved in that hate. És időnként ebbe a gyűlöletbe a keresztények is belekeverednek. By focusing on our differences. Hogyha a különbségekre figyelünk. God calls us to love. Isten pedig arra hív bennünket, hogy szeressünk. My heart for us as a church is that we would love God and we would love other people. És az a vágyam, az a szívem így a gyülekezet felé, hogy mi olyanok legyünk, akik szeretik Istent és szeretik az embereket. That we would love other churches. Hogy szeressünk más gyülekezeteket. You know, I'm not going to say bad things about other churches or other Christian leaders. Hogy nem fogom így lehúzni a más gyülekezetek tagjait vagy vezetőit.
I'm going to love them. I'm going to honor them. Hanem szeretni és tisztelni fogom őket. I want us to be a church that loves those people who we have differences with. És hogy olyan gyülekezet szeretnénk lenni, aki azokat is szereti, akik adott esetben különbözőségeink vannak. You know, for me, one of the greatest things about the Tágas Tér conference was to build bridges of love with other communities. Számomra az egyik legnagyobb áldás a Tágas Tér konferencia kapcsán az volt, hogy más közösségekkel tudtunk így hidakat építeni. Reformed church, Baptist church, Catholics, other small evangelical churches. Református gyülekezet, katolikusok felé, baptisták felé, egyéb evangéliumi keresztény gyülekezetek felé. We're going to love other churches. És hogy szeretjük a többi gyülekezetet. We're going to love other people. We're going to love people. Meg más embereket, az embereket. Who don't yet know Jesus. Because it's love, friends, that changes people. Azokat is, akik még nem ismerik Jézust, mert igazániból a szeretet az, ami megváltoztatja az embereket. We could go out to Karasuta and yell at people and hold signs saying repent or go to hell. Kimentünk a Kárász utcára az emberekkel ordibálni, hogy térjenek meg, meg ilyen nagy molinókat tartani, hogy térjetek meg, vagy elkárhoztunk. That's not going to help anybody. That's just going to label you and I as freaks. Ez senkinek nem fog segíteni, csak abban, hogy kiderüljön, hogy milyen furák vagyunk. What changes people? It's love. Mert igazából a szeretet változtatja meg az embereket. It's the love of God through you and through me. Isten szeretete rajtad és rajtam keresztül. In love, friends, love is hard. És a szeretet az nagyon nehéz. Love's difficult. We don't know how to do it. We mess up. És nem tudjuk, hogy kell csinálni, elszúrjuk. Love is not natural. A természet az így nem fakad belőlünk természetesen. We need God's love so we can love other people. Úgyhogy Isten szeretetére van szükségünk, hogy tudjunk másokat szeretni. And the only way we can have God's love in us and through us is if we walk with the Lord. És csak akkor élhet bennünk Isten szeretete és tud rajtunk keresztül szeretni, hogyha vele járunk. And if His Holy Spirit works in us, because Paul says that the fruit of the Spirit is love. És akkor tud gyümölcsöt teremni Istennek a szent lelke bennünk, hiszen ahogy Pál is írja, a lélek gyümölcse a szeretet. If you walk with Jesus, the natural byproduct will be love. És hogyha Jézussal jársz, annak a természetes mellékterméke a szeretet. You don't have to strive for it. You don't have to. All right. Love, 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 love. Nem kell ezért így küzdened, hogy most akkor szeretni fogok, szeretni, szeretni. Tomorrow morning you don't need to stand in front of the mirror and say love, 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 love. Holnap reggel így nem kell sugalmaznod magadnak a tükör előtt, hogy én most szeretni fogok mindenkit. As you simply walk with God and you experience His love, it will overflow to other people. Egyszerűen, hogyha Istennel jársz, akkor ez Istennek a szeretete fog másokra áradni. And here's the thing. Jesus wants to love you so you can be loving. Igazából Isten azért is akar téged szeretni, hogy te is szeretetteljes legyél. And guys, I know love hurts. Tudom, hogy a szeretet az fáj. It's hard to love because people hurt us. Ugye, nagyon nehéz szeretni, mert az emberek bánthatnak bennünket. And we don't like being hurt by people. És nem szeretjük azt, hogyha az emberek bántanak bennünket. But here's the thing, people are going to hurt you. De az emberek így is úgy is bántani fognak. Unless you go move and live on an island all by yourself, people are going to hurt you. Ha csak nem költözöl egy lakatlan szigetre, az emberek bántani fognak. The key is to not let your hurt turn into hate. Az a kulcs a dolognak, hogy ezek a fájdalmak ne forduljanak gyűlöletbe. But we let God love us so we can love people. De egyszerűen hagynunk, hogy Isten szeressen bennünket, hogy mi tudjunk másokat szeretni. We can love people because we're loved. És azért tudunk embereket szeretni, mert minket meg szeret Isten. We can forgive people because we're forgiven. És azért tudunk megbocsájtani másoknak, mert nekünk Isten megbocsájtott. We can be gracious with people because God is gracious with us. Azért tudunk kegyelmes lenni az emberek felé, mert Isten kegyelmes volt hozzánk. We can walk through with people because Jesus walks with us. Azért tudunk együtt lenni másokkal, mert Jézus velünk van. You know, we are called to walk in love. That's the commandment. Arra vagyunk elhívva, parancsolat szerint, hogy járjunk a szeretetben. This life of love that we get to live, it's a privilege. És hát ez a szeretettel teli élet, ami dolgunk, az igazániból egy előjog. It's a lifestyle that's available, that's made available to us as the children of God. Ez egy életforma, ami Isten gyermekeinek jár. We need to experience God's love so we can give God's love.
hogy megtapasztaljuk Isten szeretetét, hogy adhassuk tovább Isten szeretetét. And as we are loving towards other people, and here's the thing about love, love initiates. Hát ahogy mi más emberek felé szeretettel fordulunk, és hát ugye a szeretet az kezdeményező. As we initiate love in our lives with our in our families, with our friends, in our workplaces, in our schools. Ahogy így akár az iskolában, munkatársaink vagy a családjaink körében ilyen kezdeményezően szeretünk, we will see change in those areas. Akkor ezeken a területeken változásokat fogunk látni. And I know it's hard. És tudom, hogy nem könnyű. But you need to just ask God to fill you with His love. És ezért kell kérned Istent, hogy töltsön fel az ő szeretetével. Maybe as we sing this morning, as we close our service. És lehet, hogy ahogy majd így bezár vége az istentisztelet vége felé majd énekelünk. Maybe you just need to say, God, fill me with Your love, so that I can be loving tomorrow. Lehet egyszerűen ezt kell mondanod majd Istennek, hogy Uram, tölts be a Te szereteteddel, hogy holnap én tudjak szeretni. So here's what I want to leave you with. Szóval azzal szeretnélek bátorítani. I don't want to just go tell you to love. I want you to first understand that you are loved. Tehát nem csak azt akarom mondani, hogy szeretve vagy, hanem azt akarom, hogy tudd, hogy szeret Isten. I don't just want to say, all right, tomorrow, go love, go, love. Nem csak én akarok mondani, jó, holnap, menjetek, a szeressetek mindenkit. I want you to remember, first and foremost, you're loved. Hanem elsősorban arra szeretnélek emlékeztetni, hogy Isten szeret téged. You're loved. Isten szeret téged. And because you are loved, és mivel Isten szeret téged, we're called to live a life of love. Akkor arra vagyunk elhívva, hogy egy szeretetteli életet éljünk. To love God, hogy szeressük Istent, to love others, szeressünk másokat, and to love our city, és szeressük a városunkat. Guys, that is the command. That's what we strive for. És ez a parancsolat, erre kell törekednünk. If you want to boil down Christian life to one thing, it's love. Hogyha a kereszténységet vagy a keresztény életet le akarod bontani egy dologra, az a szeretet. May we be known as people who love well. Hogy arról ismerjenek meg bennünket, hogy jól szeretünk. I'm going to pray. I'm going to ask the worship team to come up. Imádkozni fog, és megkérem a dicsőítő csapatot, and hogy jöjjön. As we worship, I'm going to ask Tika and Balázs to pass out the bread and the cup. És ahogy dicsőítünk, megkérem Tikát és Balást, hogy osszák ki a kenyeret és a porrat. We're going to take communion together. És közösen veszünk úrvacsorát. Communion reminds us of God's love for us. Az úrvacsora arra emlékeztet bennünket, hogy Isten mennyire szeret bennünket. It reminds us we're loved and forgiven. Arra emlékeztet bennünket, hogy Isten szeret bennünket és megbocsájtott nekünk. So often people look at communion and they get all sad. Olyan sokszor az emberek, mikor az úrvacsorára gondolnak, akkor ugye elszomorodnak. You know, and it's this dark, it's this woe is me moment for the Christian. És hogy a keresztényeknek ez egy ilyen nagyon ilyen sötét, jaj, nekem dolog. You know, it's I'm focusing on my sins, oh no. Hogy milyen rettenetesen bűnös vagyok, jaj. Communion should be a celebration. Az úrvacsora az egy ünneplés kell, hogy legyen. It should be a time when we remember we are forgiven, we are loved. Az idő kell, hogy legyen, amikor megemlékezünk arra, hogy Isten szeret bennünket és megbocsájtott nekünk. We were in Maroslale at Jack's house. Tegnap Maroslale voltunk Jackéknél. And we ate a lot of food, there were drinks and everything, and it was celebratory. Rengeteget ettünk, meg ital, meg minden volt, és egy nagyon ilyen ünnepi volt. There was music and English and Spanish and Hungarian. Zene, vagy énekeltünk angolul, spanyolul, magyarul. It was, I don't think anybody left sad yesterday. Szerintem senki nem ment haza szomorúan tegnap. I saw a bunch of happy faces. És egy csomó boldog arcot láttam. Because we were just together as God's people. Mert egyszerűen együtt voltunk Isten népeként. Communion is really similar. És az úrvacsora igazániból ehhez nagyon hasonló. That we celebrate. Hogy ünnepelünk. We celebrate God's love for us. We celebrate God's forgiveness towards us. Ünnepeljük azt, hogy Isten megbocsájtott nekünk, hogy szeret bennünket. And so I want to encourage you, if you're a Christian. Úgyhogy arra bátorítalak, hogyha keresztény vagy. You know, we don't have church membership. Nálunk nincsen gyülekezeti tagság. So it's not like you need to be a church member to take communion. Nem kell gyülekezeti tagnak lenned itt, hogy úrvacsorát vehess. Communion is for Christians. Az úrvacsora minden kereszténynek szól. If there's been a time in your life where you've said, I want to follow Jesus. Hogyha volt egy olyan
idő az életedben, amikor azt mondtad, hogy követni akarom Jézust, then you can take communion. Akkor vehetsz úrvacsorán. With us, because in the end we're one church. Mert hogy végső soron mindannyian egy gyülekezet vagyunk. We're the church of Jesus Christ. Jézus Krisztus gyülekezete. And we will celebrate and we will remember that we are loved and forgiven. És hát ezt fogjuk ünnepelni, ezt ünnepeljük, hogy Isten megbocsájtott nekünk. And so as we take communion, hogy ahogy úrvacsorát veszünk, don't focus on yourself. Ne magadra figyelj. Don't focus on your sin. Ne a te bűnöddel foglalkozz. Focus on the love and the forgiveness that God extends to you. Hanem Isten megbocsájtására és szeretetére, amit ő kiáraszt rád. And maybe you've never experienced that. És lehet, hogy ezt még sose tapasztaltad meg. As we are praying, as we're singing, ahogy majd énekelünk és imádkozunk, pray and say, God, I want to know your forgiveness and I want to know your love. Imádkozz te is, hogy Uram, meg akarom tapasztalni a te megbocsájtásodat és azt, hogy szeretsz engem. Come live in my heart. Gyere be az életembe. And he will. És ő megteszi. And you can take communion with us. És már is vehetsz úrvacsorát velünk. Let's pray. Imádkozzunk. Heavenly Father, we thank you this morning that we're loved. Mennyi atyán, köszönjük azt, hogy szeretsz bennünket. That you look down upon us. And even though we failed this week, even though we've fallen this week, és hogy még akkor is, hogyha elbuktunk ezen a héten, vagy valami bűnt követtünk el a héten, you still love us. Akkor is szeretsz bennünket. Lord, thank you that the ultimate demonstration of your love is the cross. Köszönjük azt, hogy a szeretetednek a legnagyobb bemutatója az a kereszt. That when we were at our worst, you still died for us. Hogy amikor a legrosszabb pillanatainkban voltunk, te már akkor meghaltál értünk. And so Lord, as we worship and as we sing, ahogy dicsőítünk és énekelünk, as we hold the bread and the cup in our hands, ahogy a kezünkben fogjuk a poharat és a kenyeret, may we rejoice, may we celebrate the fact that we are loved and forgiven. Hadd tudjunk ünnepelni és hadd tudjunk örülni annak, hogy te megbocsájtottál nekünk. Thank you, Lord, for köszönjük your love. Urunk, a te szeretetedet. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.